Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Ez a könyv jelenthet tudásra, vagy továbbképzésre. De azt is jelentheti, hogy ő most zárkózott. Amit ez a könyv még jelenthet, hogy valaki eltitkol előled valamit, vagy azt, hogy légy te titokzatos. Itt az utak jelentik az út kereszteződést, amikor a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. Amit ez a kép még jelenthet, hogy te vagy ő, vagy mindketten elérkeztek most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez tényleg lehet egy továbbképzés, vagy azt is jelenthetik a kártyák, ne beszélj erről, hogy mi a terved, vagy hogy ő nem beszél erről. Igen, itt megjelenik a felhő is, hiszen itt valami még átláthatatlan. Amit a felhő még jelentett, fél év. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád, és itt kereszteződik az élet utatok. Itt lesznek változások, hiszen a gólyák ezt jelentik. És itt megjelenik a nyilvánosság, ami azt jelenti, hogy kiderül az igazság, tehát nyilvánosságra kerül hamarosan. A felhő fél évet jelent, a jövőt is, hogy fél éven belül lesznek ezek a változások. Amit ez a park még jelent, hogy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést akkor, ha te nem így éled ezt át, hiszen ahogy te nézed az eseményeket, úgy gondolod, itt még valami olyan titokzatos, átláthatatlan. Itt értékekről van szó, vagy anyagi dolgokról. Az is lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, ami a pénzügyi dolgokat jelenti. Itt lesz egy hír, és ez a levél jelenthet még valamit, mégpedig bizonyos szerződéseket, és itt anyagiakról van szó. Persze a halak nem csak pénzt jelentenek, hanem a belső értékeket is, hogy valaki visszatér hozzád, lesznek változások, megkapod az elismerést, itt az élet utatok kereszteződik, mert te értékes vagy számára. Igen, itt lesz mozgás, előre mennek az események, ő közeledik hozzád. Amit a képek itt még jelenthetnek, hogy itt van ez a könyv, ez jelentheti a tudásodat, vagy azt, hogy írtál egy könyvet, ez megjelenik a nyilvánosságon, itt van a szerződés, és a halak jelentik a bevételt, a pénzügyi dolgokat. A horgony azt jelenti, hogy ez a férfi úgy érzi, hogy le tud horgonyozni, gyökerezni nálad, hiszen értékes vagy számára, különösen ami a tudásodat, a tehetségedet illeti. A horgony a Lenormand kártyánál szimbolizálja a munkahelyet, a hivatást, itt lesz tanulás, továbbképzés, szerződések, változások, döntések, kihat az anyagiakra is, amit én itt jól látok, és itt ez a lovas férfi jelenti a mozgást, hogy előre mennek a dolgok, de lehet egy férfi is, aki így közeledik
hozzád, hiszen értékes vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!